Köszöntöm a nézőket! Beköszöntöttek a minuszok, fontos a vitaminpótlás, és mit jelentenek az első őszhajszálak a tükörben, amikor megpillantjuk azokat reggel a fésülködés közben. Többek között ezekkel foglalkozunk a mai Együtt magazinban. Tartsanak velünk! A napokban megmutatta Zorda borcát a tél, és a tavakon bizony már kialakult egy vékony jégréteg. Ám rámenni erre továbbra is tilos, hiszen ahhoz, hogy rámerészkedhessünk, 10-12 cm vastagságúra kell híznia a jégnek, ám itt Székesfehérváron tilos sportolni a tavakon. Különleges jelenséget figyelhettünk meg éppen egy évvel ezelőtt itt a Velencei tó partján. Akkora szél fújt ugyanis tavaly január első hetében, hogy a vizet gyakorlatilag kifújta a partra, és az megfagyott. Minden bizonnyal szemet gyönyörködtető volt a látvány, ám akkor is és most is veszélyes a jégre lépni. Ezek a képek pedig most készültek a Velencei tónál, melynek a jege egyre hízik, de rálépni, korcsolyázni még tilos. Itt a csónakázó tónál egyébként sem lehet korcsolyázni, a szakemberek ugyanis ezúttal sem jelöltek ki erre alkalmas területet, azonban jól látszik, hogy a tó felszínén itt is kialakult már a vékony jégréteg. És nem csak a csónakázó tavon tilos a kori. Gyakorlatilag Fehérvár összes tava még nagyon nem tudott úgy lehűlni, hogy megfelelő jégvastagság tudjon kialakulni, és azért hozzáteszem, hogy kijelölt pálya ezentúl sem tervezi a Városgondnokság, hogy kialakít. Innentől fogva kim vannak a táblák, hogy jégre lépni tilos és életveszélyes. Ezt nyilván egy közterületfelügyelet akár szankcionálhatja is. Ha valaki mégis rámerészkedik a vékony jégrétegre, az több veszélyt is rejthet magában. Ilyenkor fontos a gyors és hatékony segítség. Ha esetleg beszakadt a jég, akkor kerülni kell a hirtelen mozdulatokat, a hadonászást. Fontos lenne a higgadtság megőrzése és nyugodt mellúszáshoz hasonló mozdulatokkal kijutni a partra. Ha van nálunk kulcs vagy egy golyóstól, az segítheti a jég felületén történő megkapaszkodást és a kijutást. Felelőtlenül, meggondolatlanul mások megsegítésére ne siessünk, mert könnyen mi magunk is bajba kerülhetünk. Éppen ezért jó, hogyha többen vagyunk, hogy valaki tud segítséget kérni a 112-es segélyhívó, míg a többiek a bajba jutott megsegítésére sietetnek oly módon, hogy megnézik, hogy van-e a közelben deszka, egy hosszabb, vastagabb, stabilabb faág, vagy egy kötél. De hasznos lehet ilyenkor, és talán ez a leggyakorlatiasabb és a leginkább alkalmazható módszer, ha többen a kabátot levetve, a kabátújakat összekötjük így, ezt bedobjuk a bajba jutott részére, és ezáltal talán ki tudjuk húzni a partra, de nagyon fontos, hogy időben kérjünk segítséget a 112-es egységes segélyhívón. Amire talán ezekben a napokban figyelni kell, és aktuális lehet ebben az időszakban a házi kedvenceink, hogy őket sétáltatva esetleg a póráz nélkül elengedjük. Ők bizony azért a jégfelületre ráfuthatnak, hogyha esetleg a vadkacsák után szeretnének vadászni, és bizony az ő súlyuk alatt ez a vékony jégréteg, ami kialakulhat a következő napokban, ez beszakadhat, tehát rájuk mindenképpen érdemes odafigyelni ezekben a napokban. A tófürdő adott otthont a 9. borfőzőversenynek Bodajkon. Több százan főzték a forralt bort közösen. Hűsítő csobbanással vette kezdetét a 9. forralt borfőzőverseny. A legbátrabbak a 12 fokos tóban tették próbára magukat az Exatlon Hungary egykori döntőse Misinger Péter vezetésével. Én úgy gondolom, hogy elsődlegesen fejben, illetve hát nyilván, hogy az ember ne görcsöljön be, hogyha hideg a víz, de nekem úgy tűnt, hogy annyira azért nem hideg. A frissítő fürdőzést követően pedig kezdetét vette a verseny, amelyben Bodajkról és a környező településekről érkező csapatok mérték össze főző tudásukat. Ám ezúttal nem a hagyományos bográcsételek rotyogtak, forralt bor készült a bográcsokban. Évek óta kijárok családdal, de eddig csak forralt boroztam, úgy gondoltam, megpróbálom, hogy mit tudunk. És mi a győztes forralt bor titka, mit tudnál erre mondani? Azt nem mondhatom meg. Még nem tudom, mert először főzünk, úgyhogy próbálkozunk, majd a végén kiderül. És a ti forralt boroton mi a receptje? Hát igazából két fajtát főzünk. Az egyik az egy ilyen klasszik forralt bor lesz, a másik egy ilyen
egy ilyen aszalgyümölcsös lényegében. Tehát ez egy kicsikét fel lesz extrázva. A délutánon a csókakői borrend tagjai is képviseltették magukat. Már évek óta ide járunk fényesíteni ezt az eseményt. A csókakői Szent Donát borrend színeibe vagyunk. Hát már több éve, 5-6 éve is itt vagyunk, és szeretjük ezt a rendezvényt. Az előző évekkel ellentétben idén egy különleges borral készült a csapat. Idén ugye hát Csókakő és a Móri borvidéknek fehér bor a híressége, de idén megpróbálunk egy Schiller borból készíteni egy finom forralt bort. Az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményt nem az első alkalommal rendezték meg Bodajkon. A forradból főző versenynek a hagyománya 9 évre nyúlik vissza, ez a 9. alkalom, hogy ezt megrendezzük, és az elmúlt 4-5 évben most már mondhatom, hogy igen nagy sikerrel, hiszen hogyha egy átlagot veszünk, akkor egy 20 csapat mindig jelentkezett, és mindig elkészítette a kedvenc forradborát. Az elkészült borokat különböző civil szervezetek képviselői értékelték. Ez nem olyan, mint egy borverseny, tehát ennek nincsen szakavatott zsűrije, itt azért nem olyan szigorú szabályok szerint megy. A bodajki civil szervezetekből próbálunk mindig hívni zsűrit, a zsűri az mindig 3 tagú, és próbáljuk úgy, hogy hölgyek is legyenek benne, hogy azt az ízlésvilágot, a hölgyek ízlésvilágát is egy kicsit képviselje, úgyhogy abszolút szubjektív mindig a 3 fős zsűrinek a döntése. A lelkes résztvevők jó hangulatban, sláger koktél kíséretében tölthették el a szombati napot. Merre, hogyan tovább? Mi legyek, ha nagy leszek? Sok diákban fogalmazódik meg ez a kérdés az érettségihez közeledve. Ismert emberek segítettek a diákok döntéseiben. A jelenleg tömegezünk. Pályájukat, életútjukat kereső fiatalok gyűltek össze a Hunyadi Középiskola egyik tantermében. Ezúttal nem a megszokott pályaválasztási tanácsadáson vehettek részt a tanulók, ugyanis a testépítő karrierje által elhíresült Kati Béla és a zenei élet egyik jól ismert alakja, Pixa motiválták őket és mesélték el, ők hogyan is kezdték. Nagyjából 6 éves korom óta zenével foglalkozom, úgyhogy igazából nem volt kérdés, hogy mivel fogok foglalkozni. Állandóan énekelt otthon nekem anyukám ilyen népdalokat, mert ő óvónő volt, most már nyugdíjas. Apukám meg szerette ezeket a gitárzenéket, shadows, meg ilyesmiket játszani, instrumentális gitárzenék, és ő tudott gitározni is, és mindig gitározott nekem. Én meg elkezdtem rá táncikálni, meg dúdolgatni rá, meg hülyeskedni. Aztán egyszer csak beirattak szintetizátorozni, és egy néhány évig jártam is, és egész egyszer rajta maradtam, hogy ez nekem így tök jó. Ahogy mondtad itt az előadásodban is, hogy a testépítésnek, illetve a sportnak szentelted az életed, mikor jött ennek a gondolata, miért pont ezt a pályát választottam? Már 7-8-9 évesen is nagyon vonzottak a erős, izmos férfiak, és akkor még nem is tudtam, hogy van ilyen, hogy testépítés, és amikor megtudtam, az olyan 13 éves koromban volt, láttam egy strandon egy testépítő magazint, és akkor tudtam meg, hogy van ilyen sport, hogy testépítés. Tehát én nem úgy születünk, nem olyan erősnek és izmosnak születünk, mint amilyenek valójában alapban vagyunk, hanem ezt lehet fejleszteni, és onnantól kezdve teljes erővel és teljes fanatizmussal belevetettem magamat a sportolásba, természetesen még akkor nagyon kevés tudással, nagyon sok hibával, de óriási szerelemmel. És mégis mi volt az, ami erőt adott, hogy ezt folytasd és csináld, és ne hagyd abba? Ha valamibe szerelmes vagy, és valami úgy érzed, hogy neked szükséged van rá az életed eleme, tehát még egyszer mondom ezt a szót, szerelmes vagy egy sportágba, akkor eszedbe se jut, hogy abba hagyd, vagy ne csináld, vagy amikor versenyre készülsz, önmagába az energiabefektetés nem teher számodra, hiszen szereted, ez olyan, mint amikor szerelmes vagy te egy férfiba, és akkor rengeteg időt töltesz vele, az neked nem teher, meg nem időkidobás, azt te szereted, és szerelmes vagy bele, és ilyen egyszerű a sport is. Habár Kati Béla és Pixa más területen dolgoznak, abban megegyeznek, fontos, hogy olyan hivatást válasszunk, amit szeretünk csinálni. A pályaválasztás előtt szerintem nagyon fontos, hogy rájöjj, mibe vagy egyáltalán tehetséges, mi az, amit szeretsz csinálni. Lehet, hogy a kettő nem ugyanaz, de semmiképpen sem szabad abba hagyni. Nem csak Pixa, a sikeres testépítő is szolgált hasznos tanácsokkal a fiatalok számára. Szerintem olyan munkát és olyan életutat válasszanak, vagy nem munkának nevezném, életútnak nevezném, ami iránt vonzódnak, ami iránt
úgymond szerelmet, ahogy már mondtam, szerelmet éreznek, és akkor nem fogják munkának, nem fogják energiabefektetésnek megélni. Ha nem találják hirtelen, hogy mi ez az útvonal, ami nekik kedvező, akkor ne aggódjanak, lehet, hogy ez csak 18, 19, 20, 22 évesen van, addig is fektessenek sok energiát a tanulásba, fektessenek sok energiát a sportolásba, fejleszték magukat, a munka soha nem vész el, a munkából mindig lesz profit, és amikor meg lesz a szerelmük, akkor mindent bele. Természetesen a barátok támogatása is nagyon fontos ahhoz, hogy elinduljunk az általunk választott hivatás megvalósítása felé. Ha a család, illetve a barátok nem támogatnak abban a sportban, és nem úgymond nem szimpatizálnak azzal a sporttal, akkor az egy hátráltató tényező. De szerintem, hogyha valaki nagyon odáig van egy sportjára, akkor azt nem lehet visszafogni. Szerintem nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert nem fogtak vissza se a barátaim, sőt a barátaim is testépítők és erőmérők lettek, és mai napig gyerekkorom óta azokkal a barátaimmal, akikkel együtt kezdtem edzeni, azóta is barátságot ápolok, és a szüleim se ellenezték ezt a sportot, sőt, édesapám nagyon sok mindenben segített, tehát nekem igazából nem is volt hátráltató tényezőm, tehát minden feltétel adott volt, hogy éljen, megéljen magamat ebben a sportban. Nem csak Bélának volt szerencséje, Pixa mellett is mindig ott állt szerető családja, akikre a nehéz időszakokban is számíthatott. A nehéz időszakokból úgy kell kimászni, hogy valamilyen segítséggel, tehát segítség nélkül nem is nagyon lehet. Most az, hogy magunkon segítünk, vagy valaki más segít rajtunk, az végül is tök mindegy. Nekem mindig a családom és a barátaim azok mindig hál' Istennek segítettek, hogyha mély, vagyis hát ilyen nem is tudom, hullámvölgybe lettem, vagy voltam, de nagyjából, hogyha zenét hallok a mai napig, akkor meg tudja határozni az aznapi hangulatomat is. Szóval a gödörből, a zenével mindig ki tudok mászni. Apátok itt van, vesz majd kucsit, mondjad Michael, pénz nem számít, cserébe nem kell, apunak semmi. A résztvevők között volt olyan, akinek már határozott elképzelése volt arról, hogy milyen területen szeretne dolgozni, de Domonkos azt mondja, így is sok tanácsot, ötletet hallott, melyeket a későbbiekben is szem előtt tart majd. Téren adott töbletet, hogy rádöbbentett bizonyos dolgokra, hogy hogyan kéne elképzelnem a jövőmet, és ezt az elképzelt jövőt hogyan is tudnám megvalósítani. És azért volt fontos, és azért volt jó, hogy két ilyen a maga műfajában híres és eredményes ember eljött hozzánk, és megosztotta velünk a tapasztalataikat, hogy ezáltal mi is többek lettünk, és mi is kicsi betekintést nyerhetünk abba, hogy hogyan is tud az ember igazán sikeres lenni. A beszélgetés az iGenerációért Egyesület szervezésében valósult meg, melynek mindössze egy célja van. Nekünk az lenne most pont ennek a kis eseménynek is, hogy a Pixát és Kati Bélát elhívtuk, hogy adjunk olyan embereket, vagy mutassunk meg testközelből olyan embereket, akik egyébként ismertek, és akkor ugye az online világában fellelhetőek, de mégis mi van a máz mögött, ha szabad így fogalmazni, mi van itt a siker mögött, vagy hogyan is tudták összehozni ezt a sikert, vagy miért tudtak sikeresek lenni. A meghívott előadók szoros kapcsolatot ápolnak Székesfehérvárral, ezért is esett rájuk a választás. Kati Béla ugye az edzőtermünk, hát gyakorlatilag a hálózatnak az atya, amiben én is érintett vagyok, és a Pixa pedig nekem osztálytársam volt a középiskolában, úgyhogy nekem ez teljesen egyértelmű volt, és épp pont az abszurditása miatt, hogy hát hogy kerül a kettő egy lapra, pont ezért kerültek egy lapra. Az értékmentő program segítői között volt egészen fiatalkorú is, aki nem csak a profiktól tanulhatott, hanem az egyesületben való munkát is kiváló lehetőségnek tartja a jövőre nézve. Már az, hogy részt vettek benne, az nagy öröm számomra, és egy nagy lehetőség az, hogy a csapat tagja lehetek, és közösen alkothatunk valamit, ez nagyszerű, aminek nagyon örülök. A pénteki előadás az első állomása volt a sorozatnak. A tanulók az év során számos közismert személy pályájából kaphatnak majd ízelítőt. A soron következő eseményt a Szent István mezőgazdasági középiskolában rendezik majd meg, melyen a részvétel ingyenes, azonban helyszíni regisztrációhoz kötött. Betegség, hormonális probléma, vagy éppen szimplán csak genetika. Mit jelentenek az első bizonyos ősz hajszálak, fehér hajszálak a tükörben, amikor azt megtapasztaljuk a reggeli fésülködés közben? Az ijegység helyett cselekedjünk tudatosan. Ugye a hajciklusnak ugye a három fázisa, az anagén, katagén és a telogén. A haj növekedését mutatja be a hajgyógyász híradónk stábjának. Megtudtuk, a három fázis közben sok minden történik a hajunkkal. A telogén fázisban, azaz a haj elhalási szakaszában már megszűnik a színtermelés is.
A színekből, bár ma már kedvünkre válogathatunk az első fehér tincsek következtében, azonban egy pillanatra mégis érdemes megállni. Ugyan el tudjuk fedni a nem kívánatos fehérséget, ettől még valamit jelent. Hogyan járjunk utána? Az őszülés az ugye körülbelül így a 60-as és 70-es éveinkben már ugye azért látszódik, de azért előbb is szokott jelentkezni, ugye korai őszülés már így a 20-as éveink elején is, hogyha van valamilyen belső szervi problémánk, betegségünk, akkor ugye előbb, de legjellemzőbb az európai és az Észak-Amerikában élő kaukázusi embertípusra az, hogy így a 30-as évek közepén vége fele kezdünk előszülni, míg az ázsiaiak ilyen 40-es éveiknek az elején, vagy a feketék pedig már így a 40-es éveiknek a közepe vége fele. Tehát, hogy így ez a kor, ami ugye meghatározza az őszülést, de maga az őszülés folyamata az ugye a hajciklusunknak köszönhetően ugye elindul egy olyan szinten, hogy a hajciklusnak három fázisa van, tehát az anagén, katagén, telogén fázis, és a telogén fázisban, hogyha nem termelődik ugye már pigment, tehát melanocita sejtek, a melanocita sejtek ilyenkor már elhalnak, és tehát kimerül ez az őssejt tartalékuk. Úgyhogy innentől kezdődik egy őszülés. Tehetünk mi ezzel ellen egyébként tudatosan? Tudatosan nagyon is tehetünk, de alapjáraton ez örökletes. Tehát maga a melanocita sejtek ugye a szőrtűszőben megtalálhatóak, és ugye amikor már egyszer-kétszer így látjuk, hogy már kezd őszülni, vagy így mákosodni a hajunk, akkor még ott vannak a melanocita sejtek a szőrtűszőben, csak már nem annyira aktívak, mint korábban. És innentől kezdve későbbi évek során már ugye ez a sejtek, vagy ezek a sejtek elpusztulnak, elhalnak, és akkor így elkezdünk őszülni. Milyen módszer van arra, hogy ti itt a helyszínen, hogyha ide érkezik a vendég, akkor megvizsgáljátok a haját, fejbőrt, hogyan kell ezt elképzelni? Hát maga az őszülés problémaként úgy nem jelentkeznek, de természetesen, hogyha jönnek és hullik a hajunk, vagy valami korpásodás probléma van, akkor persze ugye megvizsgáljuk a fejbőrt, felhívjuk a figyelmet arra, hogy már ugye több őszhajszálat látunk, megkérdezzük, hogy volt-e a családba így a felmenő ágakon, hogy hamarabb kezdtek előszülni, és ahogy elkezdünk beszélgetni, így a különféle betegségeiről, esetleg vagy az életmódjáról, életviteléről, akkor ott már azért körvonalazódik az, hogyha esetleg egy pajzsmirigy alulműködés, túlműködés, cukorbetegség, vagy vérszegénység, vashiány van, akkor ott már fokozottan azért felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy ezeket azért így vitamin ásványanyagok szintjén pótolni, vagy magát a betegséget elmenni, kivizsgáltatni, megfelelően kezelni, mind természetes úton, mind pedig esetlegesen orvosi segítséggel. Létezik, hogy gyerekeknél is előfordul valamilyen oknál fogva? Hát ritkán, de elő szokott fordulni. Tehát ez inkább már az örökletes része, de vannak olyan esetek, amikor igenis már én is találkoztam 7 éves kisgyereknél, foltos kopaszodással hoztál az anyuka, és volt ott is, hogy ott egy-két őszhajszálat, tehát ez egy B12 vitamin hiánynak is akár már jele lehet, hogy ugye azt kell pótolni. Úgyhogy inkább ilyenkor érdemes elmenni és kivizsgáltatni, hogyha azt látjuk a meglévő problémák mellett, hogy akár ez is okozhatja a korai őszülés, vagy az, hogy a pigment termelődés nem megfelelően működik. Hogyha kiderül, hogy mi az alapvető probléma, például egy betegség okozza ezt a folyamatot, az visszafordítható-e?
Sajnos késleltetni minimálisan tudjuk, pont ezek miatt, hogyha valaki nem táplálékszegény életmódot folytat, vagy ahogy az előbb mondtam, tehát hogyha megvannak azok a módszereink, és tudjuk már, hogy mi a meglévő betegségeink, vagy megváltozott állapotunk, és arra megfelelően táplálékkiegészítőket, több folyadékot beviszünk, és figyelünk az életmódunkra, nem vagyunk stresszesek, tehát késleltetni tudjuk, de magát visszafordítani nagyon nem. Vannak próbálkozások rá, kutatások, de még nem, még sajnos ezt így nem tudták megoldani, de vannak próbálkozások, és lehet, hogy egyszer igen, de az már szerintem egy nagyon ilyen megerőltetett dolog lenne. Tehát, hogy inkább arra kell figyelni, hogy például ugye a fiatalok ne kezdjenek el hamar dohányozni, tehát az iskolába is, vagy tehát fiatal munkavállalóként, hogyha nagyobb stressz hatás éri őket, akkor úgy szintén már egy korai őszülés is elkezdődhet. Tehát, hogy számos olyan tényező van, amire nagyon jó, hogyha figyelünk, és tudatosan figyelünk, az egyes olyan ételallergia, ételintolerancia esetében, esetén is azért, ha tudjuk, hogy mit nem ehetünk, akkor megfigyelni az, hogy esetleg táplálék kiegészítővel, mivel pótolhatjuk azokat az ásvány és nyomelemeket, amit mondjuk egy normál étrendben megkapunk, például ilyen a vegánoknál az élesztő, vagy az élesztőpehely, ami ugye a B12 vitamin tudja pótolni. Vagy különféle táplálék kiegészítő, ami ugye nekik van számva. Tehát, hogy még egy cukorbetegségnél is azért hamarabb előjön egy őszülés, ott is ugyanúgy ezek miatt. Tehát, hogy a stressz, vagy a dohányzás ugyanúgy a szervezetben lévő szabadgyököket ugye felszabadítják, és ezek a szabadgyökök pusztítják a melanocita sejtek számát. És ugye emiatt kezdődik el egy nagyobb fokú, vagy egy lassan, de biztosan kitartó őszülés. A mikrokamera segítségével rengeteg dolgot fedezhetünk fel a fejbőrön. Segít abban, mit tehetünk a folyamat lassításáért. Van, akit már a 20-as éveiben, és van, akit csak 50 éves kora körül, de az őszülés előbb-utóbb mindenkit utolér. Ám a dohányzás, a stressz és az étkezés is befolyásolja a folyamat gyorsaságát. Ha lassítani akarjuk, jó, ha a B12 vitamin hiánya nem áll fenn nálunk. Ez elsősorban húsokban, halakban, tojásban és tejtermékekben van jelen. Vegánok esetében az élesztőpehely és a táplálék kiegészítők jelenthetnek segítséget. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én bízom benne, hogy szolgáltunk ezúttal is önöknek hasznos és érdekes információkkal. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra!